Makón minden évben jeles napnak számít a város születésnapja. Ez most sem volt másképp, hiszen a hétvégén egymást érték a programok. A főtéren lévő standoknál különféle vásárfiák és kézműves termékek közül válogathattak a kíváncsiskodók. Pénteken délelőtt az iskolások a József Attila Múzeum előtti terület aszfaltjára rajzolták le a helyi nevesebb épületeket egy aszfaltrajzverseny keretében. Majd az óvodások mutatták meg a hagymaházban, mennyire ügyes táncosok. Szombaton egész nap kézműves kuckóval és népi fakörhintával várták a gyermekeket. Továbbá a Badacsony-Tomai fanyűvő játékpark is kitelepült. Ezek mind mozgáskoordinációs, ügyességi játékok, nagyon sok egyensúlyozó játék van köztük, kézi egyensúlyozók, lábegyensúlyozók, logikai játékok. Úgyhogy azt gondolom, hogy egyszer egy fejlesztőpedagógus mondta egy rendezvényen, hogy ennél a fejlesztés ezeknek az ilyenkorú gyerekeknek nem kell. A játékparkban minden korosztály megtalálhatta a kedvére valót. A gyerekek, köztük a makói Gyulai Viktória is nagyon élvezte a nem mindennapi játékokat. A körtéssel, meg a bowlingossal, meg játszottunk azzal a szamarassal. És hogy tetszettek a játékok? Jó. Miért tetszenek? Hát, mert még nem játszottunk ilyenekkel, mert mi csak most játszunk elsőnek ilyenekkel. A délutáni tréfás vásári bábjátékot követően a civil forgatagban több helyi klub is bemutatkozott, köztük a Makó Budó Klub aerobik szakosztálya, a Kelly Tán Stúdió és a Broadway Dance Sport Egyesület. A nemrégiben Siófokon versenyző makói Mazsorett Sport Egyesület tagjai szintén felléptek. Imádom a közösséget, a koreográfiákat és a hangulatokat, amiben telnek az órák és a versenyek. Hogy szoktátok összerakni a koreográfiákat? Általában kipróbálunk többféle variációt, és ami a legjobban megy, vagy megtetszik, és illik a zenéhez, azt rakjuk bele. A szombati napot a Honey Beast együttes zárta. Tarján Zsófiék este ezreket csaltak ki a fűtére, ahol hatalmas bulit csaptak. Az arcodon nem láthatják, ez semmiség. A városnapi kavalkádról készített bővebb összefoglalónkat pénteken este tűzzük műsorra.